A hazai diótermesztés visszaesett mennyiségében az elmúlt években egy ideje a dióburok fúrólégy károsítja a termést, idén pedig az asszály sem tett jót a fáknak. Ennek ellenére lesz idén a boltokban magyar dió. A minőségével sem lesz gond a termelők előrejelzése szerint, de arra is számíthatnak, hogy alaposan felmegy az ára ennek a nálunk főleg szezonálisan fogyasztott csemegének. Már a luxus cikké vált a dió, minden hasznos tulajdonsága ellenére is egyre kevesebben engedhetik meg maguknak a fogyasztását. Az Európai Unió dió külkereskedelmi egyenlege negatív. Dióbél importja 6%-kal 92 ezer tonnára nőtt, még a kivitele 13%-kal 4,5 ezer tonnára csökkent 2021 első 11 hónapjában az előző év azonos periódusához képest. Dióbélből a legnagyobb beszállító az USA, ahonnan 12%-kal több, 46,6 ezer tonna termék érkezett, Csillétől 8%-kal 19,2 ezer tonna és Ukrajnától 19%-kal 14,4 ezer tonnával több dióbelet vásárolt a közösség ugyanekkor. A híjes dió importja 2%-kal 47,3 tonnára nőtt, még a kivitele 6%-kal 4 ezer tonnára csökkent. A híjas dió vezető beszállítója szintén az Amerikai Egyesült Államok, ahonnan 6%-kal kevesebb híjas dió érkezett a közösségbe, 24,6 tonna. Csilléből 14%-kal 15,9 tonnára nőtt a behozatal az Agrárközgazdasági Intézet jelentése szerint. Magyarországon is visszaesett a diótermesztés. A KSH adatai szerint Magyarországon a diótermés az 1990-es évek közepén 3000 tonna körül mozgott, majd az elmúlt évek telepítéseinek köszönhetően 2019-ben 6,8 tonnára emelkedett. Szakértők a 2021. évi diótermést az ország nyugati részén közepesnek, a keleti részen jónak ítélték. A KSH adatai szerint Magyarországon a héjas dió külkereskedelmi egyenlege pozitív, mivel az importja nem számottevő. 2021. január és november között 23 tonna volt. A híjas dió kivitele volumenében 6 kal 478 tonnára nőtt ugyanekkor, Értéket 12 kal 443 millió forintra. A kiszállítás elsősorban Németországba irányult. A Diobél kürkereskedelmi egyenlege az elmúlt két évben negatívra változott. 2021 első 11 hónapjában a Diobél kivitele 43%-kal 255,7 tonnára csökkent, értéke 41%-kal 494 millió forintra esett.